A sportpálya melletti terület a néha szomorkás idő ellenére is megtelt finom illatokkal és jó hangulatú emberekkel a Jászkara-Jenői falunapon. Az eseményre már több hónapja készül a falu, hiszen ilyenkor valóban azt szeretnék a szervezők, ha minden korosztály találna magának látnivalót, kikapcsolódási lehetőséget. Idén például a traktorok és mezőgazdasági kisgépek versenyét is meghirdették. De egy igazán különleges díjnak is együtt örülhettek a falu lakói. A település is csapatot indított a Nemzeti Értéktár vetélkedőn, ahol egészen az országos döntőig jutottak a fiatalok. Mi neveztünk Jászkara-Jenőiek, és minden lépésről lépésre tovább jutottunk. A végsőkig a parlamentben volt az országos döntő, ahol bizony a karai gyerekek negyedik helyezést értek el. Azt hiszem, hogy amikor ebben az országban kicsi-pici nagy városokkal együtt van 2650 település, és abból negyediknek lenni szerintem fantasztikus nagy dolog. A csapat tagjait és a gyerekek felkészítőjét is köszöntötték ez alkalomból. A település lakóit pedig köszöntötte a térség országgyűlési képviselője is. És külön öröm számomra, hogy ma átadhatunk, úgymond hivatalosan is, egy létesítményt, amit úgy hívunk, hogy lelátó, meg úgy hívunk, hogy traktor, amivel majd lehet nyírni a focipálya füvét, meg még egyéb apróságot. Nem a község saját büdzséjéből fedezték ezeket a költségeket, hanem hála Istennek, a TAO-s rendszernek, ugye a vállalkozások a társasági nyerettségadójuk egy részét felajánlhatják a látványsportágakra. És ebben benne van többek között a labdarúgás is. Ennek keretében valósulhatott meg tehát az új beruházás, vagyis épülhetett meg a lelátó, és szerezhettek be más fontos eszközöket is. A falunapon hagyományosan a futballkedvelők is terephez jutottak, hiszen kispályás bajnokságon mozoghatták le már jó előre a finom ételeket. Az avatás és az ebéd után pedig folyamatosan programok látták a színpadon és azon kívül is a Jászkara-Jenői falunapra érkezőket.